Az orosz invázió kezdete óta több mint ezer egészségügyi intézmény ellen intéztek rakétatámadást Ukrajnában. A csapások során 144 kórház orvosi rendelő teljesen megsemmisült, tájékoztatott a szakminisztérium. A tárca becslése szerint ahhoz, hogy az objektumokat visszaállítsák a háború előtti állapotukba, legalább 1 milliárd dollárra van szükség. A legnagyobb veszteségek Donetsk, Harkiv, Herson, Mikolajev és Kijev megyében keletkeztek, közölte Olexi Jarmolenko az egészségügyi tárca miniszter helyettese. Hozzátette, jelenleg a kórházakban 3000 generátor működik.